Üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban Amerikából jöttem, mesterségem címerét fogunk játszani az emberekkel. Megmutatom, hogy mennyire vicces, meg élvezetes, meg hasznos az, hogyha az ember megtanul egyszer bárkivel beszélni. Most ebbe a nyavajás pólusba akarunk bejutni, mert régen a nagypapám mutatott egy titkos bejáratot, amit végül meg is találtunk itt hátul. Nem tudtatok róla, hogy nagyon-nagyon hátul is van egy, és az egyből kitesz a jégkorong pályán át titeket. Nos, bejutottunk végre a pólusba nagy nehezen. És amit itt látok, az sajnos nem ti vagytok, nem az a közönség, akik ilyen 14-től 20 év körüli, értitek, akik, hanem inkább ilyen, mutassuk meg, inkább az ilyen családokat látunk itt, családokat, ilyen idősebb korosztály van itt. Pedig én esküszöm, úgy terveztem, hogy itt most vége lesz az iskoláknak, és akkor ide csak jönnek az emberek, mert már szeretnénk egy új helyet is találni az őrsvezérterén kívül. De eddig nem úgy tűnik, hogy a pólus lesz az, pedig ez itt azért jó terep lenne. De ja, azért bízom benne, hogy valakiket tudunk még halászni. Nem voltunk sikeresek a pólusban, mert kicsit kevesen voltak, de szerintem megkérdezhetünk embereket, hogy mikor lesznek többen itt a pólusban. Jó uram, nem tudja, hogy a pólusban mikor jönnek tinédzserek úgy nagyjából, mert őket szeretnénk, velük szeretnénk forgatni. Igen. Ilyen 14-től 30 év körüli korosztály. Változó, nagyon változó. Inkább délután, meg hétvégén, mert hogy ilyenkor iskola van. Aha. És inkább a délután, ami úgy iskola után, vagy hétvégén. Rendbe tartja itt a környéket. Igen. Ezt köszönjük szépen. Itt a belső területet. Itt a titkos bejárót, azt azért köszönjük, hogy itt ez a titkos bejárat, mert ez nem a fő bejárat, hanem ez a hátsó bejárat. Alig tudtam megtalálni, hogy őszinte legyek. Akkor esetleg abban tudna segíteni, hogy mi lenne az ilyen legjobb ilyen olyan tipje, amit így a lányokkal lehetne használni. Azt mondjuk szeretnék a barátnőt, akkor mi lenne az ilyen legjobb tipje önnek? Hát én azt mondom, vagy a kajáda körül, ha azt veszik most étterem, akkor én a vénbetyárt és a nagymamát ajánlanám. Én már kóstoltam, amióta létezik a pólus, meg ők léteznek. Emellé egy pizza, vagy egy meki, kinek mi jön be. Egy mozi. Jó, a jegyek azok mennek fel, az árak az mindig is menni fognak. Egy kis shoppingolás. Akkor hazafele egy Tesco-t. Jó, már drága a Tesco, és azt mondom, én így. Egy ilyen randira, akkor ez így jó. Igen, egy jó randi. Igen. Akkor ezt javasolná egy jó randira. És de mi van akkor, hogyha még lány sincsen? Hogy akkor azt hogy lehetne megoldani azt a problémát, hogy lehetne kiküszöbölni, hogyha mondjuk valakinek mondjuk még egy lány sincs, akit így úgy tudna vele randizni. Akkor az arra mit tudna javasolni? Úgyhogy ő maga egyedül csak eljön, és akkor mit tud csinálni? Férfinak ez nehezebb megoldás, de ha attól függ, hogy sportos jellegű-e, vagy nem-e. Aha. Mert ha sportos, akkor sportruházat. Ha úgy sportos, akkor azt mondom, szerencsejáték. Aha. Mert akkor fölöd egy tipmixet, vagy valami. Aha, vagy értem. Szóval azt mondja, hogy a tipmixen azért jól lehet ott csajozni. Lehet. Ah, értem. Önnek már sikerült? Nem. Nem? Még nem? Még nem. Vagy majdnem? De volt rá már példa, hogy majdnem. Hoppá. Még nem jött össze. Na. Az inkább az, de van, ez az érdekes, sok fiatallal jövő, és ők is, csajok is, egyre többet tipmixelnek. Hoppá, akkor már tudom, hova megyek legközelebb. Lehet fogni egy-két érdekes... Érdekes gadget. Igen. Amerikából jöttem, és cusz lesz, jó? Jó. Jó. Amerikából jöttem, mesterségem címere erre kezdődik, és erre végződik. Uh-huh. Amúgy miért sírsz? Nem sírok. Jó, oké. Okay. Akkor erre kezdődik, erre végződik. Mi a mesterségem? Egy foglalkozás. Aha, mondhatni. Mert? Nem kéne megadni, hogy hány betű. Erre kezdődik, és erre végződik. Csak ennyit kell megadni. Na jó, akkor gondolkodj, hogy erről is. Mehetsz? Aha. Jó.
Ja, és akkor most ötletelni kéne még. Sziasztok lányok! Hogy telik a napotok? Ez nagyon szuper jó. Az jó. Azt kell mondjam, szép a szemed. Ezen kívül más nem tudok mondani. Mi az elérhetőséged? Nos? Szerinted akkor mi a mesterségem? Hát szerintem az első szó az a ragadozó lesz. Mondd meg egyszer! Az első szó a ragadozó lesz. És mire végződik? Mert erre végződik. Nem tudom. Ragadozó predátor? Lehet, igen. Például. Igen, például. Jó, a helyes válasz az rizmester lett volna, de... Szerintem ez egy elég kreatív megoldás. Amúgy szerintem látom ezt a videót.